Mai nap a Silkát Ripper kezelést fogom nektek megmutatni, lépésről lépésre. Van egyszer egy mély tisztító samponunk, majd utána fogunk egy keratin beépítést végezni, és ezt a keratin beépítést pedig le fogjuk zárni egy balzsam pakolással. Hátul a tarkónál kezdve körülbelül 2 centis tincseket választunk föl. A samponunkat ecsettel mindenhová egyenletesen bejuktatjuk a hajba, mert így tudja kitisztítani a hajból minden külső, akár kőolajszármazék, a kipufogó gázok, amiket használnak a vendégek otthon, hajlakok, zselék, balzsamok, ezek mind kijöjjönek. Egy tálba kiöntjük a sampont. Itt a tőtől ugye kifele húzzuk, picit oda fésülünk, kis visszahúzó mozdulatokkal végigjátszuk a hajon. Nagyon szeretem a szakmámat, és megadatott az a lehetőség, hogy a BESZ céggel kapcsolatba kerültem. Amikor én elkezdtem a BESZ-el dolgozni, 12 féle terméke volt. Ma csak a festék számunk több mint 320. Akkor volt egyfajta samponunk, ami ma is tökéletes sampon, és egy balzsam, ma van 12 féle. Négy hetes kúrát javaslok, minden héten egyszer ugyanezt a kezelést elvégezzük. Utána szintfenntartásképpen havi egy alkalommal mindaddig ismételjük, még azt nem érezzük, hogy ott már egy tökéletes hajjal szembesülünk. Ugye a frissen fölvitt festékpigmenteket a mély tisztító sampon ki tudja szedni, tehát kitakarítja. Nem csak a különféle vegyszereket, hanem ugyanúgy a festék szemcséket is. Tehát arra mindig ügyelni kell, hogy a festés után legalább egy hét, vagy festés előtt is legalább egy hétnek el kell, hogy teljen. Beülünk a fejmosótálhoz, és ami a tálunkba megmaradt samponunk, nagyon szépen a kontúr részeket is bekenjük. És mint ahogy egy teljes szokványos hajmosást, az új begyünkkel körkörös mozdulatos masszírozást végzünk. Lazán kinyomjuk a hajból a habot, kezünkről is lehúzzuk, és beállítjuk a víz kellő hőfokát. Már lehet látni, hogy szinte elemelkedik a fejbőrtől, tehát megnyitottuk a hajszálnak a szerkezetét, megvastagodott, megkönnyebbült, nem tekerjük meg a hajat, csak kinyomjuk, és törölköző szárazra megtöröljük. Elkezdjük a második műveletet. Elővettem a mérleget, mert ugye ezt, ha a szalomba készítjük, akkor kell egy árat is mondanunk a vendégnek. Ugye megmérjük, hogy hány grammot teszünk ki, tudjuk a beszerzési árát, tudjuk a munkadíjat, és így tökéletesen ki tudjuk számolni, hogy a vendégünknek mennyit fogunk számolni. Ilyenkor a műanyag kanalunkkal kiveszünk, szépen belerakjuk a tálba, közben ugye grammozzuk, föltűzzük a hajat, itt is egy ilyen 2 centis tincsekbe fölszedjük. Megmutatom nektek azt a technikát, hogy hogyan tudod kizárni, hogy biztosan ne csúszson be az anyag a fejbőrre. Fogod a tincsedet, a mutató ujjadat a tőhöz, a hajtőhöz odaemeled, kifordítod az ujjadat, egy picit meghúzod, és ezzel a mozdulattal kizárólag az ujjad tetejéről
és nézzétek, a tőnél nincs is ott. Innentől pedig nagyon szépen végighúzom a hajon. Három-öt percet pihentetjük most a hajat, ezután hajszárítóval egy 70-90 százalékosra megszárítjuk a hajat, majd a vasalónkat egy 160-170 fokra állítjuk, és ezt a R2 újraépítő krémünket bevasaljuk a hajba. Nem teljesen szárítottuk meg. Látjátok, még bele sincs vasalva, és már mekkora különbség van, milyen vastag és élettel telivé vált. Ugye nem az Eklisz göndörség kihúzó kezelést alkalmazom, hanem egy szerkezet újjáépítő kezelést, aminek nem az a lényege, hogy a vasalót addig húzgálom rajta, amíg simává nem válik és meg nem szárad a haj. 2-3 áthúzási mozdulat bőven elegendő. Ugye milyen hófehér volt itt a vége, és nézzétek meg, hogy mennyivel másabb lett azonnal a szín, hogy ugye a keratin beépült oda. Langyos vízzel öblítjük a tövét. A homloknál végig engedjük a tust. Közben a végét fogom, és amikor elérek a középrészhez, hideg vízzel öblítem tovább. Ez egy termikus sokkot ad a hajnak. Hirtelen összerándulnak azok a pólusok a hajba, amiket ugye a mélytáplálóval és a keratinnal és a hő hatására kinyíltak. Most pedig ez nagyon szépen visszarándul. Most jön az R3, szerkezetbezáró utolsó fázisunk. Belenyomjuk a festőtárba. Berakom az ecsetet, és fölsöprőzöm. A tövéhez nem teszem oda, nem zsírosítom el a fejbőrt. A végeit nagyon szépen még össze lehet masszírozni, és utána kiöblítjük, úgy szintén egy termikus sokkot adunk a hajnak, tehát hideg vízre váltunk át. Mielőtt a szárítást elkezdtem volna, az R4 olajat használtam, tehát vizes hajra kell rárakni. A hajszárítás után pedig az R5-ös olajat használtam. Ezeket az olajakat egyébként akár otthoni ápolásra is lehet használni, sőt, kell is használni. Ugye ezek mind hajvég ápolására, fényesítésére és annak telítettségére szolgálnak. Az R5-ös olajnak van még egy olyan jótékony tulajdonsága, hogy a hajfestékekbe is bele lehet adagolni. 3 cseppet tettem a tenyerembe, kicsit szétmasszírozom. Kizárólag csak a haj végeit húzom még be. Szóval elkészültünk a Ripper kezelésünkkel, mint ahogy látjátok, tökéletesen feltöltöttük keratinnal a hajat, fényes, egészséges, puha. Sok sikert kívánok mindenkinek a munkájához!